Sokoldalú tehetség Hunyadi Dóra, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A osztályosa. Kedvence a matematika, a testnevelés, az olvasás és a környezet. Szeret kísérletezni. Az alapokat a fizika szakkörös testvérétől tanulta meg. Nekem a matematika, de más tantárgy iránt is érdeklődöm, mint például a testnevelés, olvasás, környezetóra, és még sok más. Mennyire szeretsz kísérletezni, hiszen úgy tudom, hogy a testvéred azért a fizika szakkörben is sokat kísérletezgetett. Hát nekem nem nagyon a kedvencem a kísérletezés, de ha olyan alkalomban, vagy olyan a kedvem, akkor szoktam. Idén volt olvasási versenyen is, ahol a kishajóról szóló mesét választották tanító néniével, Szabó Edittel. A kishajó volt a címe, és nekem nagyon aranyosnak tűnt, és jók voltak a feladatok is, és a gyakorlás is sokat számított, és így második helyezett lettem. A harmadcsepp versenyen matematikából indult. Mint fogalmazott, a sok készülés közben több dolgot értett meg matematikáról, mint eddig. A matematika versenyre is sokat kellett készülni, több dolgot értettem meg a matematikáról, mint eddig. Nagyon szimpatikus volt nekem a verseny, és remélem, hogy jó eredményt érhetek el. Akkor lehet, hogy a későbbiekben a matematikával szeretnél foglalkozni? Hát ezt még nem döntöttem el, de eléggé. Második osztályban az olvasás sok új pluszt adott számára, már regényt és mesekönyveket ismer olvasni. Igen, már regényt is olvastam. Mit? Geronimo Stiltontól olvastam néhány mesekönyvet. És utána ezt megszoktad anyával beszélni, hogy melyik mese miről szól? Igen, én megszoktam. És amikor versenyre mész, akkor mennyit készülsz? Legyen az matek verseny, vagy olvasás verseny? Hát nem viszem túlzásba, éppen csak annyit gyakorolok, amennyi kell. Izgulós vagy a versenyen? Igen, izgulós. És olyankor, amikor odaülsz a zsűri elé, bár most azért nagyon sok verseny online volt, igaz? De amikor ott van előtted a zsűri, akkor is elkezded, akkor megnyugszol, vagy akkor még jobban izgulsz? Akkor megnyugszom. De van, mikor izgulok. És olyankor hogy nyugtatod meg magad? Hát akkor nem nagyon szoktam. Csak éppen amennyire kell hozzá. Otthon anyjának a főzésben, mosásban, takarításban is segít. Sok mindent főztek már együtt. Amikor jól szerepel egy versenyen, otthon édesanyja kedvencével, a paradicsomos húsgombóccal várja. Anyának szoktam főzésben, mosásban, takarításban. Mit főztetek már együtt? Főztünk tojásrántottát, meg még sok mást. Akkor kiskuktaként ott vagy anya mellett? Igen. Mi a kedvenced, amit mondjuk egy jó matek verseny után anya megfőz neked? Paradicsomos húsgombóc. A napokban a Csigabiga online mesemondón is indult, még várja az eredményét.